Mit szólsz a kialakult TV2-es helyzethez? Milyen helyzet, gyerekek? Hol vagytok ti? Nem is tudtad, hogy Endi Vajna megvette, és állítólag a Simicskáé lett, tehát, hogy ilyen tulajdonosi válság van a TV2-ben. Várjám, én nem tudom, én éppen az adott dalt hallgatom a fejemben, amit kell tanulnom a Star Wars-ra, úgyhogy hagyjatok a hülyeségeitekkel. Úgy gondoltam, hogy most van az a pillanat, amikor meg tudom valósítani azt az álmomat, amit már majdnem 15 vagy 20 éve gondolok. A hét témája és egyben nagy kérdése ugyanaz. Hogyan kerülhetünk mindannyian Endi Vajna álmába? Az előző részek tartalmából. A történet ott kezdődik, hogy Ivon és Zsolt, a TV2 igazgatói 2013. decemberében megvásárolták a céget annak német tulajdonosától, iparági pletykák szerint nagyságrendileg 5 milliárd forintért. Ez egy borzasztóan alacsony összeg, hogyha azt veszük alapul, hogy mekkora média monstrumot vettek meg belőle, viszont egy elképesztően magas összeg, hogyha azt veszük alapul, hogy sem Zsolt, sem Ivon nem adták tanuljelét annak, hogy milliárdosok lennének, ezért joggal merül fel a kérdés, hogy mégis honnan került hozzájuk ez az irgalmatlan mennyiségű pénz. Lutrin nyertem. Lutrin? Egyszer az életben nekem is lehet mázlim. Ez a lutri pedig nem más volt, mint a német tulajdonos által biztosított kölcsön, amiből a vásárlók meg tudták venni a német tulajtól a céget. Saját pénzedből? Mások megsegítésénél mi lehet szebb az életben? Te milyen egy édes vagy? Hát az vagyok, mondják. Persze, simán elképzelhető, hogy a német tulajdonos pusztán édes volt, és ezért biztosította a milliárdos összeget a tranzakció lebonyolításához. De sokkal valószínűbb, hogy magát rejtegetni kívánó oligarha állhatott az egész ügylet mögött. Zsolt egy kiszivárgott belső hangfelvételen arról is beszélt, hogy van magyar befektető az egész ügyletben. Több jel arra mutatott, hogy ez az ember nem lehet más, csak Lajos. Zsolt valószínűleg hozzáfordult segítségért. Hát gondolom sejted, lóvéra van szükségem. És gyorsan kéne. Mennyi is pontosan? 10 misi. Nem kis tétel. Feltehetően az, hogy Ivon és Zsolt a TV tulajdonosai lettek, egy átmenti állapotnak volt számba. A hosszú távú terv az lehetett, hogy a TV2 idővel majd beolvad Lajos média birodalmába, és így a Fidesz propagandagépezetét erősíti. De 2015 tavaszán Lajos és Viktor között kenyértérőse került sor. Orbán Viktor is mondja már valamit. Az ügyeti. Nincs olyanok, amiért bárki megüthetné azt, akit szeret. Nem tudsz olyat mondani, mert nincs. Végeztem veled. Felejts el. Viktor azonban csak Lajost akarta elfelejteni, és nem a TV2-t. Így új oligarcha után kellett néznie. Ekkor jött képbe a koncesziókon felhízzalt Endi papa, akinek megtette a maga visszautasítatlan ajánlatát. Szavasz. Te? Lenne egy üzleti ajánlatom. Endi Vajna megvette a TV2-t. A kaszinó tulajdonos filmügyi kormánybiztos ma jelentette be, hogy megvásárolta a TV2-t. Mégsem Endi Vajnáé a TV2. Híradónk alatt érkezett a hír, hogy a TV2-t érintő adásvételi szerződést a tulajdonos hozzájárulása nélkül kötötték meg. Hát nem mi kaptuk meg. Nőszíne, hogy nem? Az nem lehet. A Megapolis Media ZRT ma Ivon Dedrék és Simon Zsolt ügyvezetőket a TV2 Media Group Holdings Kft. Ügyvezetői tisztségéből azonnali hatállyal visszahívta. Most ki fogsz rúgni? Mire számítottál? Na szevasz, ne raboljuk egymásnak az idejét. Ugyanez vonatkozik a nagy császára is. Engem is kirúg? Szóval úgy nézett ki, hogy az üzlet meghiúsult, pedig Endi papa már vezérigazgatót is álmodott az új tévéhez. Endi Vajna a maga szerződésének aláírása után sajtótájékoztatón mutatta be az általa kiszemelt vezérigazgatót, aki nem más, mint Dir Gerkens, aki néhány hónapja még az RTL klub vezére volt. Úgy gondolják, hogy a mi híreink az ellenzék hírei. Nyilatkozta pár napja Dir Gerkens, a csatorna első embere a Business Weeknek. Úgy éreztük, hogy Dir Gerkens lesz a jövője ennek az új állomásnak, ő lesz a vezérigazgatója. Jó érzés, mi? Nem rossz. Kösz, hogy összehoztad. Ez a legjobb megoldás. Jó szemed van, ismered a piacokat, az emberekkel is tudsz bánni. Jól ki fogjuk egészíteni egymást. De hiába a mesterterv, hiába a gondos előkészítés, nagyon úgy néz ki, hogy Endi papa feleslegesen rángatta vissza az országba Dirket, aki az RTL-es szabadságharc fáradalmait
Dubájban próbálta kipihenni. Csak hogy én nem hoztam volna ilyen döntést, hogyha nem csinálsz nekem lelkifurdalást, amiatt, hogy elbuktad az állást Dubajban. Hogyha te nem tettél volna nekem keresztbe Dubajban, akkor lehet, hogy itt se lettem volna, amikor meghozod ezt az érzelmi döntést ebben a kőkemény üzleti ügyben. Hogyha ez a cég is csődbe megy, kész, akkor már két helyen nem lesz állásom. A helyzetet senki nem értette, hogy hogyan fordulhatott elő az, hogy Lajos jobbkeze, Károly, megveszi Zsolttól, a tulajdonostól azt a céget, amiről Zsolt nem is tudja, hogy eladta nekik. Károly így próbálta osztatni a félreértéseket. Igazából nem szeretném most mertő nagy nyilvánosságra hozni. Én sem cáfolni, sem megerősíteni nem szeretném ezt a állítását. Diplomatikusan visszautasítja. Igen. Erről most nem nyilatkoznék, hogyha megengedi. Ez is az üzleti titok. Sejtettem, hogy ez költői kérdés marad. Blöffölsz. A Megapolis Media ZRT szerint nem érvényes az a szerződés, amivel Andy Vajna cége megvette a TV2-t a Media Group Holdings Kft-től. A társaság ugyanis, amelynek tulajdonosa és vezetője a Simicska Lajoshoz közel álló Fonyó Károly, két nappal ezelőtt megvásárolta a TV2 Media Group Holding Kft. 100%-os üzletrészét. A cég tulajdonos ügyvezetője Fonyó Károly szerint egy szerződéses megállapodás alapján szerezték meg a kereskedelmi tévét. Még mindig úgy gondolod, hogy blöffölök? Akkor telefonálok egyet. Én komolyan veszem a bejelentést, mert a bejelentőt és azt a cégcsoportot, amelyeket a bejelentő képvisel, komolyan veszem az eddigi ténykedésük, munkásságuk alapján is. Bár vicces fiúk úgy egyébként, a Karcsinak is jó humora van, de azt gondolom, hogy ilyen dolgokkal az ember nem viccel. Valószínűleg Károly és Lajos tényleg nem vicceltek, ugyanis fölröppentek olyan sajtóhírek, miszerint Károly cége elővásárlási joggal rendelkezik a TV2-re vonatkozóan. Hogyan lehetséges ez? Most érkezünk vissza a történetünk kiinduló pontjához. Ugyanis, ha igaz az, hogy 2013-ban Zsolt Lajos segítségével tudta megvásárolni a németektől a TV2-t, akkor elképzelhető, sőt adja magát a logika, hogy Lajos valamilyen biztosítékot szeretett volna látni saját maga számára, és ez lehetett például egy ilyen szerződés. Most pedig, amikor kicsit bukóra fordul a történet, szeretné látni biztosítva a saját hasznát. Na ide figyelj, öregem, ezt a játékot az én szabályom szerint játszok, és megvannak a jó bevált módszerém, ha újat akarsz húzni velem. Most annyira, de annyira berosáltam. És itt jön a második, valóban szappanoperai fordulat, ugyanis elképzelhető, hogy Zsolt egyszerűen átverte Lajost. Ez úgy képzelhető, hogy az a cég, amelyre Lajosnak az elővásárlási joga vonatkozott, nos, abból a cégből Zsolt egész egyszerűen kiszervezte egy másik cégbe a TV2 tényleges tulajdonjogát, és ezt a céget értékesítette Andy papának. Így most Andy papa lehet, hogy tényleg birtokolja a TV2-t, míg Lajosnak egyszerűen maradt a nagy semmi. Zsolt! Zsolt a francba! Hé! Ugyan meg, csak egy kicsit legyítenek! Ki lesz hát a TV2? Mi marad meg Lajosnak? Beválik-e Ivon Zsolt és Andy papa terve? Egyáltalán melyik szerződés az érvényes? A történet a bíróságon folytatódik, addig is szevasztok! Ennek a csoportnak, mindenekelőtt Simicska Lajosnak elég erős demokratikus elkötelezettsége van. Szerintem ez a legkevesebb, amit megtelt a hazáért. Most már elvetett a rohadék! A kurva anyádat! Dögölj meg! Csak barátok kell!